De én nem vádolom azzal sem von der leyen sem a háborúpárti európai vezetőket, hogy ők benne lennének Soros György típusú dollárspekulások zsebében. Talán erre is akadt példa, de biztos nem ez a meghatározó. A meghatározó a naivitás. Tehát ők azt gondolják, hogy békét úgy lehet teremteni, hogy jobb belátásra bírjuk a feleket. Tehát lelkükre beszélünk. Tehát oda megyünk, és azt mondjuk, hogy hát ez nem szép dolog. Tehát a valóság az erő. A háború erőkérdése. És ha a háborúzó felek nem akarnak békét, akkor azt a kérdést kell föltenni, hogy a világ nagy erőközpontjai hajlandóak-e közösen föllépni a békéért. Nem a lelkére beszélni a háborúzó feleknek, hanem közölni velük, hogy az egész világ békét akar.